Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, Veronika. Boldog szüli napot. Köszönöm szépen. Kívánj valamit, fújj el. Yeah. Kívánjuk, kívánjuk, hogy valóságá váljon a kívánságod. Aztán megősen, sajnos el kell, hogy vegyem a tortát, és majd a végén visszaadom esküszöm, és akkor majd közösen, közösen elfogyasztjuk. Igen, majd csak a végén kóstoltod meg. Négy darab van, csak természetesen a Tomira is gondoltunk. De aranyosak vagytok? Hát erre nem számítottam. Nem. Az a jó. Nagyon aranyosak vagytok. Most uh, hétfői nap van, és neked vasárnap uh, lesz születésnapod, amikor ez a rész meg fog jelenni a YouTube-on. Ezért gondoltunk, hogy kedveskedünk neked egy ilyen kis nem hát, nagyon köszönöm. Van. Mi köszönjük, hogy itt vagy. Igen. És uh, hát Bálint, küldjed is neki. Hát sziasztok, drága jó emberek! Ez az emberi tényező a annak a szoba podcastje. Mm. Én Jason Bálint vagyok. Én pedig Zentai Márk velünk vannak Szabó Dánia, Ferenc és Ocsóvai Damján, de csak így fejben, lélekben, de lesz velük is egy rész, majd kiderül, hogy mikor. Igen, és hát van nekünk egy fantasztikus, csodálatos vendégünk is, Harcsa Veronika. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és elfogadtad a meghívásunkat. Én nagyon köszönöm, Márk, biztos emlékszel rá, hogy hívtál, és nem tudtam fölvenni, és visszahívtalak, és akkor mondtad, hogy a podcastbe szeretném meghívni, és mondtam, hogy ezen drukkoltam, hogy ezért keressél. És ez nagyon jó lesel. Tehát ezért már, már megérte ezt az egészet elkezdeni. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy. Rengeteg kérdésünk van, ezért majd meg fogjuk valahogy próbálni megpörgetni a dolgot, de mielőtt belecsapnánk ebbe a sok-sok komplex és mély kérdésbe, de nem lesz szerintem semmi kellemetlen, és természetesen semmire sem offolhatok. Jó. Bármit offolhatsz, de nem lesz szerintem olyasmi, amit offolni akarsz. Ezelőtt ha van kedved, ezt a kis theme songunkat még azért eljátszhatnánk, mert az annyira indokolatlan, hogy csak na. A gyere, one, two, one, two, three. Emberi tényező, emberi tényező, emberi tényező. Emberi tényező. <gül> az az. <gül> Meg volt még a theme song is, és a jihá ami, ami a legfontosabb része ennek az egész műsornak. Belekezdenék egy, 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 egy mélyebb kérdéssel, hogy, hogy így természetesen készülgettünk, és akkor így az ember azért meghallgatja az artistnak a, a munkaságát újra, olyan dolgokat is talál, amiket esetleg nem ismert. Én a, én a nagyon korai lemezeket annyira nem ismertem, talán, és ami engem meglepet, hogy már az ilyen life lover, meg, meg az ilyen ilyenfajta lemezeken is egy nagyon egy nagyon kiforrott hangot és alkotói gondolkodást hallok én. És kíváncsi lennék arra, hogy te, te ezt hogy érted meg, ezt az egész folyamatot, ami az alkotói karriered, és hogy amire még kíváncsi lennék, hogy, hogy milyen zenék szóltak nálatok otthon gyerekkorodban, mm -hmm. és aztán ami még nagyon fontos, hogy egy korodban te mikre voltál rápörögve, mert valamiért én azt feltételezem, hogy hogy elég korán ki kellett, hogy valahogy benned alakuljon egy olyan kép, hogy te, te mit szeretnél. Én úgy hallom, de természetesen nagyon sok experimentálást is hallok, de de mégis van egy ilyen nagyon erős kötelék így a lemezek között számomra. Én nagyon örülök, hogy így hallod, egyáltalán nem így volt, szóval tökre wow. nem, nem, nem volt kialakulva, most sincs kőbevés, hogy nincs, nincs így konkrétan kialakulva, hogy mit szeretnék egy lemezen hallani, hanem ez mindig egy folyamat, és tök jó, hogyha utólag ez valamivé összeáll, de egyébként meg nem sokkal-sokkal spontánabbul alakult. Azért is, azt hiszem, mert nagyon későn döntöttem el, hogy zenész szeretnék lenni, 21 éves voltam, és nem álltam rá ideje korán egy vágányra, hanem egy csomó minden hatásért, és ez a mai napig így van, hogy nagyon-nagyon különféle zenék tudnak megérinteni, és én magam is egy csomó, csomó mindennel kísérletezem. És ez érdekes, mert egyébként valahol gondoltam, hogy ez lesz a, a, a megfejtés, hogy te ezt egyáltalán nem így éled meg de olyan mégis a korai lemezeken is tényleg, vagy a korábbi lemezeken, aztán biztos vannak még régebbi lemezek, meg hát volt, a, volt az erik bendes mindenféle történés, meg a Pinjip, meg nem tudom már pontosan, hogy mi az idő sorrend, ennél még jobban képbe kéne lennem, és nagyon szintén ja, magam, hogy nem tudom. vagyok ennyire képbe. De mégis érzek egy ilyen erős, erős karaktert, vagy inkább így mondanám, és hogy milyen zenék pörögtek otthon. Amikor kicsi voltam kis, voltál, kis mind, koromban? mondjuk, Első elsőnek. Hát halász Judit, LgT. Egyébként pedig nagyon érdekes, a, pont tegnap gondolkodtam ezen, hogy a szüleim egyikük sem tanult zenét. Egyáltalán nem is énekeltek, nem, tehát hogy nem vettek a kezükbe hangszert, soha, soha, soha nem láttam ilyet. És, az, De... és a lakásban sem volt, mondjuk egy. Pianino. Na, de ez az, hogy volt egy oh. zongoránk, Aha. mert az valahogy mégiscsak kellett, hogy legyen. A, nekem a szüleim mind a kettőn, amikor gyerekek voltak, akkor nagyon szegény családban éltek, de az anyukáméknál még így is volt egy zongora. Uh -huh. És a nagypapámnak volt egy hegedűje. Tehát, hogy valahogy így a zene fontossága, meg a zene szeretete, az, az mégis benne volt. Engem is ezért irattak be zeneiskolába, hogy ha már ők nem tanulhattak zenét, akkor legalább a gyereküknek ez, ez, megadat, ez megadathasson. És koncert vittek téged egyébként? Igen, igen, a szüleimnek a baráti társaságában vannak klasszikus zenészek, és az ő koncertjeikre jártunk, illetve a nyugati pályaudvarban az LGT búcsú koncerten ott voltam, Halász Jutka és 100 Cezius után az volt az első ilyen markáns meghatározó koncertélményem. Illetve ha a gyerekkor és zene, akkor szerintem az is nagyon erősen benne maradt, hogy a, az apukám Szeretett ebéd után aludni, és nagyon sokszor operára aludt. No. És akkor bömbölt a nappaliban a pillangó kis asszony, és ő wow. erre aludt, és mi meg ott jöttünk-mentünk, illetve szintén az apukám teljesen-teljesen a levegőből valahogy megtalálta magának a Gregorián énekeket, és mm. ő azt nagyon szerette, és arra is emlékszem, hogy jön haza a kocsival, és kinyitja az ajtót, és hogy a kocsiban bömböl a Gregorián. <laughs> De nem az ilyen, 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 ilyen new, new, new Wave nem, verziója, nem, nem. hogy... Nem. Metalik a számok számokra Nem, nem, semmi ízléstelenség. Tudod, ez a kamu, kamu Gregorián. Hát ez nagyon érdekes, de bizonyos értelemben meg erre is kíváncsi voltam, hogy a klasszikus zene az hogyan lehetett része az életednek, mert, mert azt, így, azt így érzem mindig, vagy nem mindig, de, de így felfelsejlik nyilván a Debussy mm -hmm. projektnél, Abszolút ott van, de hogy ez a klasszikus zene iránti szeretet, ez honnan jön nálad? Erre nagyon kíváncsi voltam. Majd nekem anyukám opera énekesnő, és akkor az úgy evidens, még én nagyon sok időt tölt, töltöttem színházba, akár akartam, akár nem, de ami nagyon jó <laughs> volt. E, és aztán még, még ehhez kapcsolódóan, hogy, hogy a tini korodban, amikor így az embernek a személyisége azért nagyokat változik, Igen. vagy minden esetre meg, megszilárdul, hogy ott, ott, ott milyen zenéket hallgattál te? Hát az az igazság, hogy nagyon sokszor csapódtam a, az aktuálisan nekem tetsző srácnak az ízléséhez. Ez lehet, ez hogy normál. nem én vagyok az egyetlen. Ez normál? Köszi. Szerintem ez, ez abszolút normál. De ami így nagyon be, beakadt, ilyen 15-16 éves korom körül az a, az a pszichedelikus zenék, tehát hogy Doors, meg Pink Floyd, Janis joplin imádtam. Tudtam kívülről az összes dalt, és szerintem Nina Simon is akkor már eléggé erősen megvolt, meg talán Billy holiday már ilyen 16-17 éves korom körül. Ő sokkal jobban tetszett mindig, mint az Ella Fitzgerald. Tehát, hogy az Ellát is éreztem, hogy nagyon virtuóz, meg nagyon szép, de mindig inkább a Billy Holiday volt az, aki megfogott. Hmm. És ezek közül az, az inspirációk közül van is olyan, például akinek a zenét akár mondjuk feldolgozásként játszátok, például a duóban, Bálintal? Nina Simont, igen, igen, nagyon gyakran több dalt is tőle, de de Dorst is énekeltem már 30 fölött. Yeah. Király. És akkor, hogyha már a duó így szóba került, akkor én azt szeretném tőled kérdezni, hogy azért a viszonylag régóta játszotok együtt, és abból kiindulva, hogy saját tapasztalatom szerint például a Márkkal, mi is már elég régóta toljuk együtt így a Mörkbe is, meg duozni is szoktunk, meg mindenféle őrültséget csináltunk már, és hogy azért a kettőnk zenésztársi viszonya az teljesen más mondjuk most így 30 és 40 között, mint mondjuk 20 es korunk elején volt, hogy nálatok ez mennyire változott így az idők során a Bálintal? Organikusan változik ez. Tényleg különösen az elmúlt 10-11 évben rengeteget, amióta a duónk van, azóta nagyon-nagyon-nagyon sokat zenéltünk együtt. Rengeteg élethelyzetben is voltunk. Például Turnén voltunk, amikor emlékszem rá, hogy a Bálint megismerte a későbbi feleségét és kislányának az anyukáját, és hogy mondta nekem a kezdeti párkapcsolati dolgokat, hogy most hol tartanak, meg hányadán állnak, és ugyanígy ő is, amikor én a férjemet megismertem, a Bálint ott volt konkrétan. Tehát, hogy, hogy annyira fontos helyzetekben voltunk egymásnak a társai, nem is csak zeneileg, hanem barátokként is. És nyilván, ahogy az életünk változik, úgy a szakmai helyzetünk is változik, és formálódik, és most is nagyon sokat zenélünk együtt, de most például egy, pont egy olyan szakasz van, hogy mind a kettőnknek a következő bemutatandó projekt az egymástól független, de ugyanúgy támogatjuk egymást most is, és annyira szoros közöttünk a, a szakmai viszony, hogy ez egész biztos, hogy megmarad. ez hallatszik is a koncerteken. Nagyon zseniális szerintem az a dúgó, amit ott Köszönjük. ketten csináltuk. Nagyon szeretjük. Elképeszt. Szóval, hogy nem, nem unjuk. És, és, még mindig azt érezzük szerintem mind a ketten, hogy, hogy, messze vagyunk attól, hogy, hogy megunnánk. Na jó. Rám olyan hatással vagytok, teljesen stilárisan azért más dolog, meg sem más, de, de az egyik viszonylag korai jazz zenei élményem, ami óriási hatással volt rám, az az volt, amikor a Fábián Julit hallottam Sári Petivel dúozni, és az a szabadság, és az a fajta kommunikáció, meg játékosság, meg mégis mélység, tehát hogy játékosság, ami nem felszínes, mélység, ami nem fontos, komolykodó, uh -huh. hanem tényleg egy ilyen, tényleg az a fajta nyelvezet, amit a jazz lehetővé tesz. Ezt érzem nálatok is teljesen másképp, és, és a múltkor, amikor azt hiszem a kobuci kertben hallottalak benneteket legutoljára, és ott megint így ledöbbentem. És, hogy, hogy, és tényleg, hogy ez a, az a bizalom, ez a játékosság, az egy, egymásra való figyelem, és egymásra való játszás, hogy ez, 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 ez nekem nagyon inspiráló. Szerintem így kéne élnünk. Igen, abszolút <laughs> egyetértek. És ez engem, engem nagyon ö, inspirál tényleg. Uh -huh. Hát az biztos, tök jó, hogy a bizalmat kimondtad, mert tényleg ez, a, ez az egyik kulcs, mert ugye nagyon sokat improvizálunk, és, és ebben mindig van rizikó, és a rizikót Jajna. akkor fogom vállalni, hogyha bízom a másikban, meg bízom saját magamban is annyira, hogy, hogy tudjam, hogy oké, okay, hogyha mellé nyúlok, és mellé énekelem, akkor is megtartjuk egymást, és vagy ő tovább viszi, vagy én tovább viszem. Tehát, hogy, hogy a bizalom az, az szerintem a kulcsa. Volt valaha olyan ö, zenei dolog, szín, vagy, vagy akár nem zenei, tehát ilyen ö, konferálás, stb., ami valamelyik kötöknek nem fért bele, és aztán ezt így lekommunikáltatok nyilván valahogy, hogy figyelj, ezt 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 azért ne, de hogy izé, volt ilyen? Persze. <gül> <gül> Jó. Olyan is voltam, ami egyikünknek se fért bele. Hát nagyon sok helyen, közel 40 országban léptünk fel a Bálintal együtt, és, és ebben voltak elég extrém körülmények is. Például uh -huh. jártunk Kazasztánban, Kirgizisztánban, és, és ott volt a, az egyik kazah helyszínen. Nem is akarok a részletekbe belemenni, de egy ilyen. De <laughs> Oké, okay. szóval egy ilyen egészen extrém szituáció tulajdonképpen a helyi polgármesternek a, a valamilyen protokoll eseményével lett egybekötve a mi koncertünk, mm. és ő, ő ott ült a második sorban, és meg volt mondva, hogy egy órát játszunk, úgyhogy mi összeértünk szépen egy ilyen közönségbarát minden, a világ minden pontján kell, hogy működjön műsort, és hát egy ilyen tíz perc után <laughs> feljött egy fickó a színpadra, egy óriási nagy virágcsokorral, így alig bírta el, és odaadta nekem. És én nézek oldalra a konferencién nőre, hogy hát az arról volt, hogy egy órát játszunk. Játszatok, játszatok, folytassátok, úgyhogy belekezdtünk a következő dalba, és egy három perc múlva följött még egy óriási virágcsokorral, és akkor értettük, hogy jó, oké, nem, most ez a koncert vége. Te a számok Szó között? Hát azt szerintem a második az már közte volt. <laughs> Wrap it up! Wrap it up! Szóval igen, nagyon-nagyon sokféle szituáció van. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a másik az a helyszín, az az Almati Jazz Fesztivál volt, és ott meg a, a maximálisan a helyünkön éreztük magunkat, tehát, hogy sokszor ugyanabban az országban előfordul az, hogy az egyik helyszínen minden a, úgy van, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, és a közönség érti, hogy miért van ott, és szereti a jazz -t. A másik helyszínen meg egyszerűen félreértések történnek, és akkor mindenki jó szándéka ellenére valamilyen nagyon furcsa szitúban találjuk magunkat. De hát ez a A jazz is rakkenról. Nekem lenne egy kérdésem a, a kapcsolatosan, hogy ugye Nikola Stace Jól mondom? Nikolá Tejsz, igen. Nikolá Tejsz és Antoine Pierre, akik, akik még a kvartett részei, és hogy ők Belgiumban élnek mind a ketten. Uh -huh. Olvastam erről egy-két dolgot, hogy, hogy hogy oldjátok meg, de még egy kicsit részletesebben érdekelne, hogy, hogy hogyan történik az alkotás része, de az is érdekelne, én, én nagyon fontosnak tartom, és nagyon hiányolom, amikor nincs közös, Együtt töltött idő uh -huh. a, a az alkotás mellé, mert egyszerűen olyan, hogy nehezen, de lehet, hogy csak túl sokat szorongok, de hogy nehezen, nem tudom, hogy mibe van a másik, és nem tudom, hogy mi fér bele részemről, így, így elkezdek ezeken így rúgozni belül, nehezebbé válik számomra az alkotás. Hogy nálatok ez fontos, hogy valahogy tudtok együtt beszélgetni, időt tölteni, vagy úgy jönnek, hogy előbb jönnek, és akkor izé, vagy nem tudom, hogy ez hogy történik. Hát két fontos pont van szerintem az egyik az, hogy azért az, hogy a bálintal most egy helyen vagyunk, az, az az nagyon sokat segít, hogy van egy mag. Bár egyébként volt hét évig, amikor én külföldről ingáztam haza, és akkor is a bálintal valahogy megoldottuk, hogy. Hogy, hogy organikus legyen ez a része. A belgákkal meg azért elég sokat találkozunk, az az igazság. Tehát mm -hmm. euh, én az Antoánnak a zenekarában is énekelek, Aha. illetve még tőlük függetlenül is sokat járok Belgiumba. Lehet, hogy nekem még egyel könnyebb is, mint a Bálinnak, mert én tényleg sokat vagyok ott, és szoktam velük találkozni közös munkától függetlenül. Mm -hmm. Most például november 11-én a következő bemutató az Brüsszelben lesz, és az antoine a dobossal megbeszéltük, hogy ő is sajnos játszik aznap este, de akkor évfélkor a kedvenc kocsmánkban találkozunk. De jó. Tehát, hogy euh, igen, euh, úgyhogy úgy, hogy, megoldjuk ezt, illetve a turné az szerintem nagyon összekovácsol egy zenekart. És Hogy hány koncertetek szokott lenni egy turné során? Közben? Nagyon változó, és, és a, hát a régen minden jobb volt, ugye? A Covid előtt sokkal könnyebb volt Németországban is, meg, meg, meg Magyarországon is összefüggő több, akár sok több koncertes, állomásos, több állomásos turnékat összehozni. Azóta ez érezhetően nehezebb. Tehát volt ilyen, hogy egy, -t 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 egy hétig össze voltatok zárva. Persze, érzel. sőt, nem hiszitek el, de hogy a belgákkal kvártetben Magyarországon kilenc állomásos turnénk volt, úgyhogy kilenc egymás utáni este játszottunk Magyarországon. Az igen. Wow! Ez melyik évben volt kb.? 2019. Aha, aha. Pont, pont elő, igen. Pont a Covid pont, előtt, igen. Igen, nagyon furcsa dolgok. Majd ez ebben hogy érdekelne, hogy, hogy még, hogy te ezt hogy, hogy értelmezed? Van, van valamilyen kompa, viszonylag kompakt ö, értelmezésed erről az egészre, hogy miért, és hogyan változott hogy, meg a. Mi történik? Hogy mi történt el? Igen igen, 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 igen. Mert én is azt veszem észre, hogy évek óta küzdünk, hogy akkor valahogy felvegyük a fonalat külföldön, Aha. de itthon is ö, megváltozott kicsit a helyzet, hogy, hogy úgy. Hogy nehezebb szervezni is, de mintha az emberek, az zene hallgatóknak is a nyitottsága, vagy valamilyen, valahogy úgy. Tehát ez, a, mintha nehezebb lenne kimozdítani az embereket. Egy, Egy pár napja olvastam egy cikket ebben a témában, ami nagyon megfogott. Ez egyébként egy belga cikk volt, tehát hogy nem is magyar egy belga blogon, és azt írták, azt a jelenséget írták le, hogy egyrészt statisztikailag rengeteg ember hallgat most élőzenét, tehát hogy a, a koncertjegy eladások, azok brutál magasak, de nagyon-nagyon eltolódott a szupersztárok irányába. Igen. ugye Ezt igen. Igen, Tehát, igen. hogy azt írta le a cikk azt a jelenséget, hogy a, valahogy a, a középréteg réteg, a zenei középosztály az, aki most nagyon sok nehézséggel Nehez szembesül, helyzetben. igen, és hogy hogy, a sokat, tehát, hogy sokan járnak koncertre, de alapvetően a sztárokat hallgatják meg élőben. Uh -huh. Ez szerintem Magyarországon is tökre látszik ez Teljesen. a jelenség, hogy a Budapest Park az teltház egész nyáron brutális, hogy az összes ilyen sztorit halljuk, hogy igen, öt perc alatt elfogyott 12 ezer jegy, uh -huh. igen. és közben meg... És akkor szoktam nagyon szarul érezni magam. <laughs> nem azért, mert nem örülnék nekik, hanem egyszerűen, hogy, hogy a trend nálunk viszont inkább inverz, hogy, mm -hmm. hogy, néha tökre küzdjünk. És hogy, a, és hogy vannak a 100-200 fős, 300 fős helyek, akik meg izadnak, és az, 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 ezek a zenekarok, akik, akik erre az ilyen 100-200-300-attól függ, mekkora város méretű közönségre lőné, lőnének, és hogy ez az a réteg, akik elképesztő fontos része a zeneiparnak, mert, mert mi vagyunk a szövet a, a, a kiugró csúcsok mögött, alatt, mellett, és hogy ez az a réteg, aminek most egyre nehezebb, és ez ebben biztos, hogy nagyon nagy szerepe van a közösségi médiának, hogy egyszerűen exponenciálisan sokkal több elérése tud lenni egy, egy sztár zenekarnak, mint a közép rétegben. Oké, okay, akkor most hány ezer forint fér bele a Facebook hirdetése? Ez meg a pont, zenekarnak. bocsánat, csak... Például gondolj bele, hogy a Budapest Parknak mekkora, mekkora öm, hát, hogy milyen keret az, amiből ők tudnak dolgozni nyilván, promóció szempontból, igen. meg mondjuk egy kis 1-200 Persze, klub. persze, hát és is ez nyilván lezebb. valahol mindig így volt, csak valahogy ö, ilyen exponenciálisra teszi ezeket a különbségeket a, a social media. Igen, ez érdekes, és nagyon sokat gondolkozunk közösen is, meg egyénileg is azon, hogy hogy mi itt a megoldás? Hát mi, mi, mi például azt választjuk, hogy akkor a, a zene mellé próbálunk olyan dolgokat teremteni, ami, 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 ami érdekes lehet, ami minket is feltölt, és ami értéket képvisel. Uh -huh. Próbálkozunk itt is például. És köszönjük, ezen. hogy segítesz nekünk ebbe az algoritmusban. Én köszönöm, hogy részese lehetek. Ehm, mehetünk tovább. A következő yes, kérdésre. Én így a jazz tanulmányokról szeretnének kérdezni téged. Ehm, egy ilyen saját élményből kiindulva. Én is jártam a, a, a jazz tanszakra Budapesten. És, és én egy ilyen könnyű zenésznek gondolom magam. Még attól függetlenül, hogy van egy diplomám arról, hogy jazz, basszus, gitárölő, adóművész vagyok. Én nem, nem vagyok jazz zenész, És nekem ez egy nehézség volt annó hogy, hogy azt láttam, hogy nagyon sokan ilyen iszonyúan rátették az életüket arra, hogy, hogy jazzt játszanak, és így a, a, közegben is azt láttam, hogy inkább az az elvárás, mondjuk a tanárok részéről is, nem mindenki részéről, de nagy részükről, hogy, hogy aki bibápot játszik, az, az, az igazi jazzzenész, és azt nagyon jól kell tudni, és ez minden nagyon képbe kell lenni. És nekem volt olyan élményem, hogy, hogy az egyik tanár egy vizsgó után azt mondta, hogy, hogy azért, hogyha majd jól kereső jazzzenész leszel, ne feledkezz meg arról, hogy neked semmi között nincs ehhez a műfajhoz. Szóval Jó, hogy voltak, volt egy ilyen kemény, kemény dolgok is voltak, de alapvetően ettől függetlenül is uh, um, így, így elég furcsán éreztem magamot, mint, mint ilyen nem is tudom, nem tudom, könnyű zenész, ezt, ezt tudom rá mondani. És ahogy én a te munkásságodat megismertem, én inkább az ilyen poprock dolgokkal találkoztam először, akár a pazóval, akár a az Eric Sumo Band és az egyéb ilyen formációk, amikben szerepeltél, és azt látom rajtad is, hogy egy ilyen kísérletező, mindenre nyitott zenész vagy, hogy neked mennyire volt küzdelmes ez az egész jazz közeg, vagy így, mint egyetemista? Ezt a dilemmát abszolút ismerem, és én, én egyébként énekesként szoktam magamra hivatkozni, nem is jazz énekesként, valahol, pont ezért, mert mert nekem a, a bibáp, bár persze jazz szakon kellett bibáp stílusban improvizálni, meg úgymond skettelni, meg, meg ebben próbálni elmélyedni, de soha nem ez volt a, az anyanyelvem, nekem sem. Tehát, hogy soha nem éreztem, próbálkoztam, de soha nem éreztem igazán szabadonnak magamat benne, és nem is voltam uh, annyira jó, mint például az említett Fábián Júlia, akinek olyan füle volt, vagy Vinat Gábor, akiknek olyan fülük volt, hogy egyszerűen uh, úgy követték a harmónia változásokat, ahogy nekem soha nem ment. És, uh, és, és, és egy ponton egyszerűen ezt elfogadtam, hogy nekem nem se nem, magamtól nem azokat a zenéket hallgatom leginkább, se nem akarok küzdeni azért, hogy, hogy annyival jobban menjen a bibáp, mert nem ez a zene érdekel a legjobban. Tehát nyilvánvalóan ez a jazz improvizációnak az alapja. Tehát aki, aki Persze. akar jazzzenész lenni, tényleg, az annak ezzel foglalkozni kell, de, de az improvizáció az ennél szerintem egy sokkal-sokkal szélesebb skála, és az egy szegmense, de ott van a szabad improvizáció, ott van a pop improvizáció, hogyha meghallgatjátok a, nem tudom, random trippet, ott rengeteg improvizáció van, és nagyon-nagyon pici része az, aminek a bibához köze van. Tehát akkor szabadítsuk fel magunkat, Igen. és hívunk magunkat zenésznek, és akkor elmondhatjuk azt, hogy hogy nekünk nem a bibáp az ami a, Igen, a legfontosabb. Ami jól áll. Egyébként ezt a Madinál hallottam, a Madarász Gábortól hallottam, hogy olyan stílusba kell játszani, ami neked jól áll. És nekem ez egy olyan mondat volt, ami nagyon helyre tett, és így megnyugtatott, hogy igen, nekem a bibap nem áll jól, nekem a, a funk, meg a, meg a popzene, meg a rockzene áll jól, és ezekből hozom ki azt, ami, ami én vagyok. Szerintem ez, ez így van, és jó. attól még biztos, hogy sokat hozzátett a fankjátékodhoz az, hogy kipróbálta a Dabiba improvizációt, és hogy, hogy időt, meg gyakorlást tettél bele, de, de nem az az egyetlen út. És itt persze a, az a fő kérdés, hogy mit hívunk jazznek, fontos e hogy jazznek akarod-e magad jazznek hívni, és a többi, De hogyha ez alól felszabadulsz, és azt mondod, hogy te zenész vagy, akkor akkor onnantól arra fókuszálsz, hogy amit te szeretnél a zenében kifejezni, ahhoz milyen eszközök kellenek, és lehet, hogy nem a bibá lesz a legfontosabb. És az is, az is egy tök jó dolog, hogyha mondjuk elhívnak egy jazz fesztiválra Németországban, akkor büszkén ott állsz a színpadon, hiszen előtted mondjuk az inkognitó, vagy utánad a Candy játszik, és, és, és abszolút, ott érzed magad, vagy, vagy hogy azt érzed magad, hogy ott a helyed, meg ott a helye a zenekarodnak. Fú, mert... ez végképp egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy mondjuk a nyugat-európai jazz-fesztiválok, akik jazzfesztiválnak hívják magukat, hogy ott, ott mi fér bele, meg mi nem fér bele, és ezen egyébként sok jazz zenész, jazz jazz zenész ki van, Jazz-jazz <laughs> Ortodox jazzista. Igen, 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 hogy tele vannak ezek a fesztiválok nem ortodox produk jazz produkciókkal, sőt olyan produkciókkal, amiknek a jazzhez nagyon kevés köze van, és akkor Megjelenik ez a lehet, lehet Igen, igen, lehet ezen dilemmázni, hogy most ez Persze nekem is, mondjuk amikor a Deep Purple volt a Montreux Jazz Festivalnek a fő headlinersnek, akkor én is úgy voltam, hogy na jó, azért ez kicsit érdekes, de... Szeretjük, szeretjük. De, szeretjük. Persze, csak, na, csak az már tényleg nem jazz. Aha. De, de egyébként meg, nekem meg az is uh, benn van a fejemben, hogy mondjuk egy Miles Davis vagy egy John Scofield, most csak két olyan uh, zenészt mondok, akinek a lemezeit ismerem, és, és uh, iszonyú sokszínű az, uh -huh. ahogy ők a jazz Gyakorlatilag játszák, vagy mm. vagy ahogyan Értelmezik. kibővítik a, ja, a stílusnak mm. a kereteit. És számomra ez, a, ez egy nagyon komoly inspiráció, és ezt egyébként uh, rólad is ugyanúgy el tudom mondani, vagy, vagyis hogy az én, uh, ahogy én hallgatom a, a te lemezeidet, vagy vagy egy koncerten hallak téged, az számomra hasonló érzést okoz, hogy igen, ez, ez improvizáció, ez szabadság, ez, ez inspiráló, és tök jó. Már nagyon köszönöm, és közben én meg abszolút a, 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 jazz jelzőt én nem, nem felejtem el, amikor ti játszatok, hanem én, én azt érzem, hogy ez jazz. Tehát, hogy nekem, egy, nekem azt a szabadságot képviseli, ami a jazz. És most ez, ez egy ilyen érdekes kérdés, uh -huh. hogy akkor mit értelmezünk jazzként, hogy csak bebopot, vagy mit tudom én, de hogy, hogy ez a szabadság, az viszont nincs, nincs más szavunk rá, vagyis improvizatív, de hogy, szabad zene, de hogy, de hogy mégis, hogy, hogy a harmóniákban, a lányokban, amik ott vannak a, 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 megformáltságában, tehát hogy a kiműveltségében, stb. Szóval, hogy öm, ez egy érdekes, érdekes dolog. Öm, én, 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 még egy érdekes dologra szeretnék rákérdezni, remélhetőleg, hogy érdekes, hogy, öm, hogy ugye a, ez, ez köztudat, hogy angolul szoktál írni, Inkább? Uh -huh. Vagy most már ez változik? Alapvetően angolul, igen. Alapvetően angolul, de de sok uh, magyar nyelvű versfeldolgozás uh -huh. is kötődik hozzád. Én nagyon szeretem őket uh, élőben is hallgatni. Azt, bocsánat, Lámpafény, ugye? Igen, lámpafény igen. Lámpafény című lemez. Én ott találkoztam először uh, ezzel, a, ezzel, a, ezzel az oldaladdal, és szerintem nagyon izgalmas, meg engem ez mindig nagyon inspirál, mert az én viszonyom a magyar nyelvhez elég furcsa, tehát hogy én Németországban nőttem fel, ott éltem 15 éves koromig, és akkor anyukám, aki amellett a mellett, hogy énekes nő, magyar népművelés szakos tanár is, és akkor ő, neki köszönhetem, hogy egyáltalán beszélek magyarul, és hogy, és hogy megszerettem a verseket, azt is neki köszönhetem. És ezért nekem minden olyan dolog, ami, ami a magyar nyelvet és a magyar verseket zenei formában öm, prezentálja, Jól, úgyhogy nekem is tetszik, az nekem nagyon nagy érték. Szóval egyrészt meg szeretném köszönni, hogy ezt csinálod, és, és hallgatva, hogy mennyi féle verset zenésítettetek már meg, az érdekelne, hogy kivel írnál szívesen dalt, ki, kivel, ki, ki, kit fogadnál be mondjuk. Dal... Veletek. <laughs> ah. beletek. Egy darab magyar dalt nem hallottál még tőlük. De nagyon jól esik, köszönjük. De hogy dalszövegíróként Aha. melyik magyar költőt tudnád elképzelni, és lehet élő is, de lehet olyan is, aki már nincs közöttünk, uh -huh. hogy kíváncsi lennék, hogy, hogy erre mit mondasz. Melyik magyar költővel írnál szívesen dalt? Hát most elsőre az Ávoda Peti ugrott be, aki, akivel már nagyon-nagyon sokan írtak dalt, és ezért, ezért olyan fura is, hogy most őt mondom, mert már olyan sokan lelőtték ezt a poént, hogy bele, meg hát ő is ugye rebből jön. De, de pont tavaly elolvastam a, az akkor megjelent verses kötetét, és nagyon-nagyon azt éreztem, hogy, hogy egy generáció vagyunk, és hogy, hogy mondjuk, hogyha egy térből, egy utcaképből kiemel ki tárgyakat, akkor valahogy ugyanazokat a tárgyakat emeli ki, amik nekem is nagyon erős asszociációkat hívnak elő. De jó. És hát ő szokott is ilyet csinálni. Hát, igen. ha, egyszerűen. És, 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 és van olyan, van olyan elhunyt költő, aki, aki, aki egyből beugrik, akivel, hogyha élne, akkor szívesen próbálná vele valamit kollaborálni? Hát igen, igen, igen. Most meg nemes Ágnes ugrik be uh -huh. erre, igen. akitől zenésítettem meg verseket, és volt is róla szó, meg, meg ilyen impro, kapcsán foglalkoztam még verseivel, tehát hogy meg, meg, beszéltünk is róla pont a hárfás kolleginámmal, Razvajaja Anasztáziával, hogy, hogy, esetleg foglalkozzunk vele, aztán ez elnapolódott, de, de nincs, nincs, kizárva, hogy még mm. sorra kerül. Nagyon szuper. Ha a veronika Pilinszki János kollabot is meghallgatnék azért. <gül> <gül> ha <jó>. már <mert> pszichedélia. <laughs> Mehetünk? Mehetünk tovább. Művészetek Völgyét azt, azt nem tudjuk kihagyni ebből a, yeah. ebből a részből. Um, elég régóta van már Harcsa-Veronika udvar a Művészetek Völgyében. Nekünk, mint Mörk, óriási élmények fűződnek a, a te udvarodhoz. Az egyik legsikeresebb koncertünket is ott tartottuk a Művészetek Völgyén belül. Nagyon-nagyon szeretünk oda és egyébként közönségként is nagyon szeretünk oda mm -hmm. mert mindig meg tudsz lepni minket valamilyen érdekes, különleges uh, formációval, is, az még egy nagyon-nagyon szuper és értékes dolog, hogy, uh, hogy lehetőséget adsz feltörekvő zenészeknek is, és mondjuk egy korábbi idősában lehet hallni nálad olyan formációkat, akik uh, nemrég uh, vannak a palettán, de, de valamilyen értéket képviselnek. És egyrészt, egyrészt az lenne a kérdésem, hogy, uh, hogy mióta van Harcsa udvar, és hogy így bármi egyébként, ami amihez kapcsolódik, amit szívesen vagy fontosnak gondolsz megemlíteni, és hogy új helyszínen, vagy uh -huh. ez, ez volt az első? Volt ez volt az első az új helyszínen, És igen. Hogy, hogy esetleg, hogy milyen uh, tapasztalatokat gyűjtöttél, és mit, mit változtatnál? 2014 óta van, tehát a jövő évben leszünk tíz évesek, Aszal. és pont különben Gratulán. most állítom össze a jövő nyári műsort, úgyhogy... Van egy-két jó zenekar, aki <laughs> tudjuk be. Írjátok a kommenteket, ki szeretne. <laughs> és, és, és most agyalok azon, hogy, hogy ezt a tíz éves évfordulót mivel lehet különlegessé tenni borzasztóan szeretem ezt a feladatot. Nagyon-nagyon örültem neki tíz évvel ezelőtt, amikor megkerestek, és, és azóta is nem mindig könnyű, meg, meg ott lenni tíz napig a fesztiválon, az nagyon fárasztó, de elképesztő felemelő élmény, és egy olyan kapcsolódás a közönséggel, ami, amit máshol nem tudok egyszerűen megélni, az, hogy ott vagyunk egész nap együtt, és együtt jogázunk, és aztán énekelünk a workshopon, és aztán leülünk egymás mellé a babzsákba, és hallgatjuk a zenéket. Valóban fontos nekem a legelejétől fogva az, amit mondasz, hogy ez egy tíznapos fesztivál, és napi három-négy koncertünk van, tehát ez azért jó sok, csak az én helyszínemen, ebbe belefér az, hogy, hogy megint csak ne vegyem annyira szigorúan, hogy ez a jazz udvar, hanem ez hivatalosan is Harcsa Veronika udvarnak hívják, tehát az igazából az én preferenciáim, ízlésem, érdeklődésem az, ami meghatározza a műsort. Ebben nagyon sok a jazz, sok a, az a autentikusnak mondható jazz, de sok a nagyon tágan értelmezett jazz, és van, ami nem jazz, csak egyszerűen izgalmas zene számomra, és bízom benne, hogy a közönségnek is az lesz, és, és mindig törekszem arra, hogy legyenek olyan nevek, akik szépen megtöltik az udvar, de legyenek olyan nevek is, akiket nálam lehet felfedezni, vagy meghallgatni először is. És, és nagyon szeretném, hogy egyre többen érezzék azt a közönségből, hogy bármikor oda jöhetnek, én garantálom, hogy, hogy, minimum érdekes lesz, vagy tetszik, vagy nem tetszik, de legalább érdekes lesz, amit hallanak. Kutyára jel. Yeah. Szuper. <laughs> um... Hát még Mr. Zen is volt ö, nálad. <laughs> Imádtam. Nem gyakran isten. lehet vele találkozni, ö, mert nagyon, nagyon gyorsan kiég, ö, de, de. De lesz a... még Mr. Zen? Én nagyon remélem. Most ö, elkezdtünk dolgozni egy koncepcióvalintól, ami, ami egy teljesen vállalhatatlan dolog. Ö, nem, is, nem, is, nem is menjünk bele. Ö, de az abszolút ilyen, a tudatalattimnak egy ilyen. Igazából a. Mr. Zen az egy zenei Tourette-szindróma. Tehát, hogy ö, elnézés minden Tourette-szindrómástól, de hogy az, amikor, amit így nem tudsz, ne, tehát, hogy így, az csak így teljesen így, így jön, és, és, és sokszor ugye az jön, ami amúgy nem jöhet. Tehát, hogy és nagyon köszönöm, hogy, 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 hogy én ezt csináltam. Hát Megengedted. Ez óriási Megengedted. volt, és hogyha, hogyha vállalhatatlan dologgal előálltok, akkor Léci, hadd legyek ott, jó? Ott szeretnék Mindenki. lenni. Oké, okay, rendben. Azonnal hívlak, amint összeáll ez az új cucc. A tudatalattiból végül is szépen át tudunk vezetni a, a kb. az utolsó saját kérdésünkre, aztán jöhetnek a kommentelők kérdései. Ez az utolsó kérdésem az lenne, hogy hogy beszéltünk is arról, hogy te zeneterápiát uh -huh. tanulsz. Igen, tanulok. Még Pécset, és engem több, több mindenről beszéltünk, meg engem ez az egész témakör nagyon érdekel. Én, én néha úgy is szoktam leírni magam, mint Psychology Enthusiast. Tehát, hogy még itt vagyok ezen a ponton, nagyon érdekel és nagyon szupernek tartom, hogy te elindultál ebbe az irányba a tanulmányaiddal. Az érdekel, hogy te hogyan szeretnéd ezt integrálni, hol tartasz ebben a folyamatban, és mennyire, mennyire szeretnéd ezt, ezeket a tanulmányaidat igazából részévé tenni az, a te alkotói előadói énednek, vagy mennyire különül el, mennyire szeretnél egy különálló, nem tudom, nem is tudom, hogy ez projekt, vagy valami fajta terápiás modalitást kidolgozni ebből, hogy mennyire, mennyire, mennyire különül el, mennyire, mennyire, egy, mennyire jöttél rá esetleg arra, hogy egyébként minden alkotás, minden koncert végül is terápia a közönség számára is, és, a, és, a, és az alkotóművész számára is. Szóval ilyen homályos kérdés dobnék így az irányodba, és kíváncsi vagyok, hogy tényleg, hogy merre visz ez, a, ez az irány. Valóban Pécsre járok egyetemre most, óriási élmény, fantasztikus, nagyon, nagyon élvezem felnőttként a tanulást. Ez egy két éves posztgrad képzés, most indult a második év, szóval valamikor június környékén, ha minden jól megy, lediplomázom, és sok, tehát, hogy igazából nincs nagyon benne a köztudatban szerintem, hogy mi a zeneterápia, nagyon sok mindenre is lehet használni, meg sok mindent is hívnak ennek. Való igaz, hogy magának a, akár az írásnak, akár a színpadon állásnak, akár a zuhany alatt éneklésnek van stresszoldó hatása, vagy, vagy ki lehet írni magunkból dolgokat, és akkor attól meg tudunk könnyebb ülni, vagy, vagy, vagy esetleg a zenére végre el tudjuk sírni magunkat, és akkor annak megint tud lenni egy katartikus élménye. Tehát ezek mind-mind ilyen részei lehetnek gyógyító folyamatnak, de önmagában azért ez még tehát a hivatalos értelemben nem zeneterápia, bár gyógyító ereje van. Van azt hiszem, Norvégiában fe, van, hogy felírják valakinek, hogy hogy koncertre járjon? Valami ilyesmit tényleg... az Igen, le lehet, hogy... Én támogatnám. De én hogy, volt tehát, te. hogy vannak ennek tényleg ilyen szakképzéshez kötött, meg metodikához kötött verziói is, amikor akár konkrét problémával lehet foglalkozni zenés, zeneterápiás eszközökkel. Hivatalosan a zeneterápia az nem verbális terápia, de persze, hogyha valaki mellette pszichológus is, akkor össze lehet kötni verbális terápiával is. És az egésznek tulajdonképpen az alapja az pont az, hogy a zene az nem verbális, és ezért zenei eszközökkel akár zenét hallgatva és megengedve, hogy az érzelmek áramoljanak, akár aktívan Két fadarabot összeütögetve, és ezzel érzé érzelmeket, érzéseket felkavarva hozzá tudunk férni olyan tartalmakhoz, amiket egyébként szépen racionálisan úgy elrendeznénk valahova, miközben dolgunk lenne vele mondjuk egy terápiás folyamat részeként gyerekeknél is nagyon sokat alkalmazzák fejlesztő foglalkozásokként, de felnőttekként akár önismereti, akár kreativitás fejlesztő, akár egy terápiás tímben komolyabb pszichés problémáknál, akár időseknél, szóval nagyon-nagyon széles a felhasználása. Ami most az én fejemben van első körben, még fogalmam sincs, hogy hosszú távon ez a képzés engem hova visz, de amin most dolgozni szeretnék, és amiből diplomát is szeretnék írni, az az, hogy uh, bá, bá. hogy lesz egy új produkcióm, egy Nora Thiele nevű német ütős lányjal, aki egyébként zongorázik is, novemberben játszuk ezt a koncertet először, aztán jövő márciusban Budapesten a Zeneakadémián is meghallgatható lesz, és egy olyan koncertműsort alakítunk ki, amiben egyrészt interaktív elemek vannak, tehát uh -huh. nagyon egyszerű, mindenki számára elérhető, megvalósítható zenei előképzettséget, egyáltalán nem igénylő eszközöket szeretnék adni a közönségnek, hogy ők is akár testdobolással, Akár egy, egy hangi gesztussal be tudjanak szállni az adott kompozícióba. Másrészt pedig, akár a daloknak a szövegében, akár az összekötő szövegekben szeretnék olyan kis apró instrukciókat adni, amik olyan kérdéseket föltenni, amiket a koncert közben mindenki magában ö, dolgozva, valami szállat elindíthat. Ez természetesen ez nem terápia, tehát ez egy koncert lesz, de valamit a zeneterápiás szemléletből szeretnék az egészbe belevinni, hogy, hogy csak, csak tényleg ilyen mag elültetőnek, vagy ilyen, ilyen gondolatindítónak, érzelem ébresztőnek a zenén túl. nagyon-nagyon jó hangzik. Hát ez még, most még egy kísérlet, tehát még én sem tudom, hogy milyen lesz, de, de tehát, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy a koncert mennyire erős érzelmeket meg tud mozgatni, és valahogy ezt szeretném egyel tovább csatornázni, hogy, Oké, okay, érzelem, gyere, de hogy adjunk ennek egy medret is, vagy adjunk egy vágányt, hogy, hogy merre lehet ezt tovább terelni. Nekem egyből a, a nem is tudom, hogy minek hívtad, hangerdő, uh -huh. eh, amikor pont a, a Harcsa Veronika udvarban, a Művészetek völgyén, az egyik ének workshop keretén belül. Eh, én is ott lehettem. Eh, még nem Mr. Zenként, hanem önmagamként, és akkor ott beszélgetünk mindenféle dolgokról, és aztán volt egy olyan része, amikor, amikor lényegében felállt, a, vagy nem is tudom, hogy mindenki állt a eleve, de minden esetre felálltunk, és így közösen egymás között mászkálva kiadtunk ének hangot, és akkor az volt az instrukció kb., hogy először ez, 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 ez harmonikus legyen, tehát biz, bizonyos értelme szép, akkor nyilván mindenki kvintet, tercet, stb. énekel, kvartot, és hogy aztán ez csúszon szét, legyen minél zoralabb akár, bárki csinálhat bármit szinte, és aztán térünk vissza, és így egymás között sétálgatva tettük ezt meg, és ez egy nagyon, nagyon szép és megható, megérintő, dolog volt. É, hát a... eleve a közös hang, a közös hangzengetés, ez egy ilyen zengető kórus volt szerintem, ez a gyakorlat, illetve arra, hogy fel is szoktam hívni a figyelmet, hogy barom érdekes az, hogy ki hol érzi jól magát ebben. És mindig van, aki azt mondja, hogy inkább a harmonikus zengésben érzi jól magát, és mindig van, aki aki azt mondja, hogy ú, az amikor ilyen nagyon diszharmonikus volt, hogy neki most az eset jól, és akkor ez megint tud egy gondolat indító Igen. lenni, hogy vajon miért. Igen. De hogy itt a közösségi élmény még, ami most engem egyre jobban foglalkoztat, hogy igazából a művészetnek, a művészetnek, az alkotásnak és a fogyasztásnak is, és én, én is azt szeretem, amikor ez interaktív, tehát, hogy most egy egyszerű koncerttel mondjuk az énekeltetés, a, köz, a tapsolás, a közös éneklés, és ez ugye a popzenei pop, pop koncerteken is a legegyszerűbb Abszolút. fajta zenénél s, sőt, valahol minél egyszerűbb a zene, annál inkább meg tud történni, és ezért tartom nagyon, nagyon erős, hatékony eszköznek a, az egyszerű zenét is. Uh -huh. De hogy ez a közösségi élmény, hogy egyáltalán ott vagyunk közösen, mint közönség, vagy mint alkotók, ez, ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon fontos komponens, mit tudom én, a Prince mondta, hogy, hogy, hogy a zene az, az gyógyítást. Music is healing, és szerintem szerintem eh, maximum a komercializálódás az, ami, ami ezt így elfedi. Tehát, hogy ami így kicsit így, de még ugye ott is ez abszolút megtörténik. Tehát, hogy egy meg, meg. dualipa koncerten is tök hasznos dolgok történnek lelkileg. ki tudja, tudja hogy kinek milyen élményt aki, ad az egy tök ilyen... szeretek. Egy pop, egy egyszerű popzená is. Hát, ez akár még itthon is lehet egy, mit tudom, egy halott pénz, aki nem biztos, hogy az én számomra olyan fajta szofisztikált fordulatok lennének az ő zenékben, például van egy tök jó barátom, akinek meg ilyen az életét megváltoztatta, mm -hmm. és, igen. és hát ez teljesen egy, egy, egy legit dolog szerintem. Így van. Hát Hogyne. És hogy igen, egy kicsit alázatra nevel, vagy nem tudom, hogy, hogy mindennek megvan a helye, és kinek mi jön be, és kinek mi az, ami segít. Szóval nagyon, nagyon ö, lelkes vagyok ezzel, ezzel a dologgal kapcsolatosan, és nagyon kíváncsian várom ezt a, ezt a koncertet. Um... Instagramos kérdések? <laughs> jöhetnek, jöhetnek. Ha már így a terápia, ö, nekem van egy ilyen saját élményem, amihez az első Instagramos kérdés kapcsolódik, hogy én el lettem könyvelve annó ö, általános iskolás koromban egy, ilyen, egy olyan gyereknek, aki ilyen nagyon humán beállítottságú, és hogy én nem is tudok számolni, meg hogy nekem ez soha nem fog menni, meg mit tudom én. És, és amikor komolyabban elkezdtem foglalkozni a zenével, akkor ugye a ritmus által, mondjuk a négynegyednek a felosztása, meg főleg a 16-os, ezt így a funk zenének köszönhetem, 16-os grúvoknál így a, a felütések, meg a szünetek, azok tökre megtanították a, a, az ugye ilyen jó. tört számokat, meg, 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 ezt a fajta rendszerbeli gondolkodást. Aztán meg a, az ilyen profi Ö, szakma, az meg, az meg így a, a, a pénzügy részével, a százalékok, meg bizonyos költségek, hogy mondjuk egy teljes gázsi, hogy, hogy, hogy ö, oszlik el, ö, ez, is, ö, ez is egy csomót hozzátett ahhoz, hogy, hogy így ne úgy gondoljak magamra, mint egy mm -hmm. ilyen full ö, hülye, akinek semmi köze nincs ehhez a dolghoz, hiszen az életünk része ez is, és, és minden nap találkozunk ezzel, Ajnt a matematikával. A matematikával, a racionális... és a számok a reál beállítottsággal. Ö, és akkor jönne az első kérdés, ö, aki, amit Sacion Insta felhasználó tett fel. Köszi a kérdést És, és már. köszönjük szépen a, a kérdést. Írtam. És ö, ezt föl is olvasom, mert, mert úgy, Jó, a, úgy a true. Úgy tudom, hogy Veronika úgy fogalmazott egyszer, hogy a matekból jövök. Nem veszik néha össze a reál beállítottság és a művészi véna, hanem hogyan segíti egymást ez a két elsőre ellentétes oldal. Érdekes, nagyon érdekesen van föltéve a kérdés. Rengetegszer ö, megkapom ezt egyébként, hogy a matek az életemben az hova lett, meg hol van, ö, de így még senki nem ö, tette föl. Ö, én ezt sose éreztem, hogy összeveszne, inkább kiegészítik egymást, és, és hogyha az egyik éppen nincs ott, akkor a másikra lehet támaszkodni, talán valami ilyesmit is ö, tudok mondani. Azt hiszem, hogy nekem az egyik oka annak, hogy jazzzenész lettem, az pont az, hogy ö, matekdagozatos voltam, ott kiszámíthatóak voltak a dolgok, megoldásra kellett törekedni, Kockás papír, kockás fej, kockás ing, minden kockás. És hogy a zene volt az, ahol meg szabadott hibázni, nem is volt egyértelmű, hogy mi, De jó, mi ez, a ez hiba. az érményed. Mert van, akinek a dolog Hát igen, igen. Ez a igen, jazz. Bocsánat. Igen. suliba. Igen, szóval, igen. Ebből a szempontból mondjuk tán. a klasszikus zene az teljesen más, de hogy, de hogy az improvizációban, meg a jazz daloknak az előadásában ezt éltem meg, hogy oké, okay, a kotta az nagyon fontos, de hogy én attól eltérhetek, és lehet, hogyha egy kicsit mellé megy a hang, akkor az, az egy kosz, amitől kap egy színt, és Földjé. hogy. És így lehet, Töldösen. hogy az, az, még, még, ami hibának indult, azt még fel is lehet használni, és át is lehet fordítani valami előnybe, és ezek nagyon-nagyon-nagyon felszabadító dolgok voltak. Don't play the notes. <laughs> de, de egyébként visszatérve a matek az nem tűnt el, ö, olyan tekintetben, hogy persze nem foglalkozom most már matematikával vagy informatikával, de de például nagyon szeretek olyan könyveket olvasni, amik non-fiction könyvek, és amikben valami ilyen, ilyen reál dologról van szó. Szerintem ez a, az olvasás tölti be azt a, a részét az érdeklődésemnek és egyébként meg mindenhol segít, én azt érzem. Tehát, hogy kezdve onnan, hogy igen, hogy építsünk fel egyrészt, hogy osszuk el a kásit, úgyhogy mindenkinek jól legyen. Másrészt meg, meg mondjuk, hogy építsünk fel egy lemezkiadást. Tehát ez egy, az egy struktúrálási probléma, hogy rengeteg eleme van, és hogy azokat meg utána Dinamikusan, hogy reagáljunk arra, hogy mondjuk melyik kampány hogy futott, akkor a következő kampányt ehhez képest hogy alakítsuk. Tehát, hogy ezek ezeknek is van ugye ilyen humán része, de hogy ennek nagyon sok a reál, vagy nagyon erős a reál alapja. Projektmenedzsment. A projektmenedzsment totálisan. Totál száraz. És az életünk része. Igen, lehet, hogy igen, igen, igen. De hogy még. zenészként is. Még, még szerintem még improvizáció közben is, nem csak a a, a nagyon elvetemült, nagyon spontán, humán ö, kreativitás jelenik meg, hanem ott is érzem időnként azt, hogy ö, hogy, hogy nem tudom, felveszek egy struktúrát, és hogy ez, ez inkább a reál agyam, és hogy nem feltétlen a humán agyam. Szóval nem, nem vesz, nem vész össze. Valószínűleg, vagy nekem például tökre segít zeneszerzéskor, vagy alkotáskor hát az, hogyha pláne. struktúrákban tudok gondolkodni, és meg is unnám, magam, hogyha nem tudatosítanék néhány dolgot, tehát hogy nem használnék Igen. tudatosan egy-egy új struktúrát, vagy kicsit kizökkenteni magam tudatosan egy-egy ilyen, egy -egy ilyen új formával, vagy, vagy új ö, ö, ilyen random elemmel, amit igazából csak tudatosan tudok Igen. beleépíteni a, a, dolgokba. Mert ha mindig csak az ösztönös, mindig csak a, a humán oldal jönne, akkor szerintem hát ez, ez, ez valószínűleg biztos nektek is volt ilyen élményetek, hogy hogy már azt éreztétek, hogy így már mindig ugyanazok az ötletek jönnek, hogy reflexből úgy tudattalanul Igen. ugye ösztönből az ember picit így ismétli magát, és akkor ezen tök jól lehet fejleszteni. Szerintem, hogyha ez ilyen balanszban van tartva, vagy valószínűleg nálad is így lehet, akkor az tök jó, jó hatással van egymásra. Van egy veszőparipám ebben a témában, van egy észt zeneszerző, úgy hívják, hogy Arvo Pert klasszikus kortárs szerzőnek mondják, a, a legtöbbet játszott szerzők között van a világon. Nagyon-nagyon népszerű. Nagyon ö, visszafogott, minimalista, meditatív művei vannak, borzasztó jól lehet rá relaxálni, és hogyha hallgatod, és, és így arra gondolsz, hogy milyen szavak ugranak be a zenéjéről, akkor... Éteri, légies, mennyei, tényleg valamilyen ilyen angyal, angyal hangzás. Tehát, hogy csak, csupa ilyen, ilyen, ilyen levegő jegy, és mindenképpen nagyon-nagyon érzékeny, nagyon érzelmes hangzás. És amikor Brüsszelbe jártam a Mesterképzésre, elemeztük a műveit, és nem hiszitek el, tisztamatek, tisztamatek. Kitalál az elején egy szabályt, de nem viccelek így, hogy kettőt fölhármat le. És utána a hárommal ezelőtti hangról egyet fölépek, és akkor kettőt fölhármat. És akkor, tehát, hogy, hogy ennyire tiszta szabályokat az elején kialakít, és és lesz belőle egy ilyen éteri zene, tehát, hogy még, még az sem tiszta, hogyha van egy nagyon reál szerkesztésmód, akkor annak nagyon kocka zene lesz a, lesz a vége, mert nem. Mert ki lehet egy, egy reál formából is kijöhet egy nagyon-nagyon érzékeny végeredmény a zenében. Szóval, hogy játékos, meg a, hangszerelés, meg a, meg a, a játékmód. Tehát, hogyha egy puty, 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 hogyha nagyon-nagyon szintetikus a dolog, akkor, akkor, akkor teljesen más, mint amikor akkor mondjuk nem tudom, hogy hegedű, vagy, vagy vonósok, vagy, vagy humán, humán játékosok adják el. Humán elő? játékosok, igen. Okay. igen. <laughs> Most már lassan ezt mindig uh, pontosítunk. <laughs> De ez tök érdekes. Nekem az első dolog, ami, ami akkor jutott eszembe, amikor azt mondtad, hogy amikor az egyik oldal elfogy, akkor a másikra lehet támaszkodni, az jutott eszembe, amikor én is ilyen mondjuk öt kicsit ötlettenennek érzem magam, akkor például egy ilyen elvet, én ilyen harmóniai elveket szoktam néha kitalálni, van egy olyan dalom, amiben csak nónák vannak, csak kilencesek vannak, és se, nincs is közte hangzat, csak a basszusban, és ezt egyszer kitaláltam, és írtam vele egy, egy tök hosszú számot, uh -huh. amit szeretek. Tehát, hogy lehet innen is ö ö ö közelíteni, és aztán megint csak ugye az érzelmek megint csak azok irányítanak, hogy akkor hogyan használod azt a nónát. Igen. Na mindegy, szóval, hogy ez, 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 ez is nagyon hasznos. Ez egy hasznos ö, toolbox tud lenni. Persze. Hogy hogy racionálisan is kitalálhatunk elveket. Jöhet a következő, Jöhet a következő kérdés. kérdés, egy picit meg is pörgethetjük Jó. ezeket a. Daniel a Cserkesz. Aha. Felhasználó. Kedvesem. Szeretném megtudni, hogy mit gondol, amikor meglátja ezt a szót. Dzsesz, de egy magyarul. <gül> <gül> dupla ez. Igen, igen. Hogy miért? <gül> <gül> hogy miért? Ez <laughs> az. <laughs> <laughs> <Hogy> miért? <gül> <gül> Mert ráadásul, még hogyha úgyis nagyon hülyén néznek itt, de hogyha jazz lenne... Ugye? Nem, nem jazz. Jazz. Ugye? Angolosan jazz. Igen. Hát két el kéne. A, a, egyszer olvastam valahogy, hogy az e-mail szót, azt magyarul hivatalosan kötőjelekkel írni, mert az, hogy e-mail, az valamilyen csempe jelent, és az már foglalt volt. Tényleg. Bebuktuk. Ma is tanultunk valamit. Következő kérdés. <laughs> okay Villámkérdések az emberi tényezőben. Ezzel lehet, hogy kicsit zavarba hozlak, de nem baj. Hogy tudsz minden fellépéseden egyre jobb és jobb lenni, kérdezi Barta Bárcsak. Pietro. Főleg mikor gyémántbányta játszotok. játszotok. Számtalan Számtalanszor voltam koncertek, koncerten, de nem lehet megunni. Nem Jatitok. Örülök. Az a helyzet, tanárhoz járok. <laughs> Elmondod, hogy ki ki Hogy ne, Kéringer, László, egy hm. fantasztikus tenor. Nice. Néhány éve, amikor hazaköltöztünk 2019-ben, akkor elhatároztam, hogy most egy bázisom lesz, nem fogok ingázni most egy darabig, úgyhogy most most minden adott arra, hogy hogy legyen egy, egy énekmesterem megint. Az egyébként klasszikus ének, nem tudom, hogy édesanyád járt-e felnőttként kócshoz, de hogy klasszikus énekesektől hallom, hogy ez szak szokás, mert változik a hang. Igen. Ahogy, ahogy a testünk változik, nőknél meg aztán pláne, és hogy egyszerűen reagálnunk kell rá, illetve újabb és újabb zenei feladatokat kapunk, és nagyon-nagyon és hasznos. Én egyébként főleg azért mentem el, és azért választottam egy klasszikus énektanárt, mert nagyon sokat dolgozom együtt az elmúlt években klasszikus zenészekkel, és egyszerűen olyan feladatokat kapok, amik, amihez kellett, hogy legyen egy egy kócs. Uh -huh. És te magad tanítasz? Nem. Nem. Szomorú uh, vibration. Hát igazából nem is férne bele az ah. életembe, illetve olyan nehéz ez, mert, mert valahogy én is egy, tehát hogy voltam olyan szituációkban, amikor nagyon jó oktatásban részesültem, most is például ez a helyzet, de például nem tudom, hogy mit tanítanék. Biztos, hogy nem jazz mert aki jazz akar tanulni, annak azt mondanám, hogy menjen el egy olyan tanárhoz, aki bipápot tud tanítani neki, mert mégiscsak az az alapja a jazznek, de hogy akkor mit? Szóval, hogy, viszont, ezt érzem, hogy szeretnék az emberekhez kapcsolódni zenén keresztül úgy is, hogy nem csak a színpadon állok, és ezért találtam ki többek között a zeneterápia képzést. Meg a workshopok is, ez a, a tényleg. El, átérhetünk, ugye? Mehetünk a következő Szuper, topikra. Szuper. Még egy, még egy olyan dolog van, amiről mindig elfelejtünk szólni a vendégeknek, de szerintem ez végül is mindig jól sül el. Kapsz egy kérdést most az előző vendégünktől, Aha. és aztán, még mindegy. Szóval Sevesi Áronnal beszélgettünk legutoljára a zene és az AI kapcsolatáról, uh -huh. mikor az egy artisius projekt keretein belül találkoztunk mi most újra. Én is az. benne voltam, én is ja, meghallgattam tényleg, a dalokat, emlékszem, emlékszem. Ú, uh, akkor most nem bírom ki, hogy még ezelőtt még gyorsan megkérdezem, hogy te mit gondoltál ott, és nyugodtan. Hát gyorsan mondjuk el, hát ha nem mindenki futott bele. Ismét, igen. Hogy, hogy van két dal, az egyiket, illetve azt hiszem végül három, rá, dal három dal lett, én még kettőt hallottam, az egyiket Éjjel írta, a másikat Humán ember írta, és a harmadik te írtad? Amen. Igen, a Kozmokatával ketten írtuk. Mi? Ja, ráadásul. Ezért okay. ezért hív... tehát Sorry. Ezt is kíváncsi vagyok, és hogyha nem tetszett, akkor is nyugodtan mondd. <laughs> nem, volt. nem, nem. És a harmadik, amit nem hallottam, az meg, az meg valami kollaboráció AI és humán ember között, de ezt nem hallottam, úgyhogy arra nem tudok mondani. Nekem az, az azonnal feltűnt, hogy sokkal több rizikó volt abban, amit ti írtatok és ezért nekem tök egyértelmű volt, hogy az a humán. Tehát, hogy a, amikor az AI dalt hallgattam, akkor azt éreztem, hogy ez nagyon kiszámítható. Kicsit, amit a Chatt gpt re is mondanak, hogy nem foglal állást, hanem olyan választod, ami úgy, úgy kecske is, meg káposzta is, és nem mondja azt, hogy üh, kecske, és ugye a tiétekben meg azt éreztem, hogy, hogy, hogy sokkal inkább állást foglaltok, és sokkal inkább van benne meglepő, Dolog. Tehát, hogy ami nem akar mindenkinek tetszeni, nem, nem mindenkinek tetsző válasz, hanem, hanem egy döntés, hogy én erre megyek most zeneileg. Én ennek örülök. Mi is valahogy így éltük meg, szerintem mi egymást is leptük meg uh -huh. kozmokatával, és egy tök érdekes alkotási folyamat volt, és mivel nagyon gyorsan kellett létrehozni ezt a dalt, ezért nem, de nem is baj ez, én ezt szeretem a limitációt, hogy így nem nagyon rugóztunk el ő mondta, hogy neki mi tetszik, én is mondtam egyből nekem, mi tetszik, és így, így így találtunk mindig valami nem köztes uh -huh. megoldást, hanem, hanem valamire mondta, hogy ez jó, oké, okay, akkor ezt használjuk, és akkor valaki más adott egy másik ötletet, és így. Ez a szép szerintem a, a közös írásban. Mm, igen, na és akkor gyorsan rátérve az Áron kérdésére, ő azt kérdezi tőled, hogy van-e olyan része a szakmai életednek, amire mindig is vágytál, de nem volt rá eddig idő és lehetőség? Hmm. Jó kérdés. Igazából ez, hogy ilyen, ilyen sokáig keresem a választ, ez, ez azt mondja nekem, hogy rohadt szerencsés vagyok, és nagyon meg ez kell, van, hogy jó. legyek elégedve. <gül> hát <gül> Azzal egyet, egyet ma már hallottunk, én. hogy nemes nagy Ágnes vers Igen, 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 igen. Anyag. Igen. Uh, hát uh, nyilván egy millió dolog, tehát, hogy egyrészt, egyrészt nagyon gömbölyűnek érzem azt, ami most van, meg, meg most dolgozom aktívan két upcoming projekten. az egyik ez a Nora közös zeneterápiás fókuszú dolog, a, a másik pedig a Debussy -nak lesz egy folytatása, Schubert Now. Schubert oh, yeah. dalokat fogok énekelni. Ezek már mind ilyen, ilyen vágybeteljesülések, tehát hogy még a Bálintal közös projekt mellett még ilyeneket tudok csinálni szóval, hogy ez nagyon nagy boldogság. Mondanám például a, a Big Bandet, mint ilyen beteljesületlen álom, de közben meg folyamatosan dolgozom együtt a Modern Árt Orkesztrával, szóval hogy ott még érzem, hogy ott még ott még lehet kapargatni, tehát ah. általában úgy dolgozom velük együtt, hogy, én, hogy engem hívnak valami nagyon konkrét feladatra, és akkor én hozzájuk beszállok és az ő elképzelésüket teljesítem, és ott még érzem, hogy, hogy lehetne valami olyan is, amikor... Fordított szerepben? Fordított, igen, tehát, hogy jobban én irányítom, talán, talán egyszer ennek is ideje lesz. illetve egy, egy folyamatos ilyen, ilyen érdekes érzés bennem az, hogy, hogy amikor elindult a pályám, akkor gyakorlatilag nagyobb színpadokon álltam átlagban, mint most és ez ennek egy része nagyon tudatos döntéseknek a sorozata, hogy hogy feladtam nagyon népszerű projektekben pozíciókat, tehát hogy kiléptem nagyon jó úton haladó zenekaroktól azért, mert jobban érdekeltek mi is pici vállaltam kis, kisebb közönségnek szóló elköteleződések. És hogy ez így teljesen rendben van, én, én azt hiszem, hogy jó döntéseket hoztam, és önazonos döntéseket hoztam. Ugyanakkor meg azért, hogyha, hogyha látok időnként egy olyan produkciót, akik ilyen nagyon sok embernek ö, játszanak, akkor azért úgy bennem van, hogy fú, basszus, ez az azért jó volt. Ezt igen, és igen ezt ismerem is és úgy úgy bennem van, lehet, hogy a közeg, vagy, a, vagy, a, vagy, az én életem, vagy a zeneipar nem fogja ezt már megengedni, de egyszer lehet, hogy szívesen csinálnék még olyat, ami, ami ilyen, amire lehet táncolni, meg ami, ami így, így vissza a 25 éves életkoromba. Szuper. És uh... Tudjuk, hogy ki lesz a következő vendégünk, és Tudjuk, el is áruljuk? Eláruljuk, el. el. majd után áruljuk el. E, hogy tőled is kérnénk egy kérdést a következő vendégünknek. egy random embernek? Hát zenész lesz. Zenész lesz. Hangszeres zenész? Is. Hangszeres is? Ennél is. többet nem árulhatok többet el. nem árulhatok el. Generális kérdés kell, hogy legyen. Generális kérdés? Univerzális. Univerzális. Általános. De hogyha, hogy te, 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 hangszeres és énekes? Igen. Ez tök érdekes. Akkor annyira nem univerzális, de engem ez nagyon érdekel, hogy, hogy melyiknek érzi magát inkább, és hogy, hogy hangolja össze a kettőt, hogy van-e valamelyik, amelyik vezet. Há, de jó kérdés, Vaj, jó szerintem kérdés. ennek fog örülni. Akkor most már elmondhatom, hogy ki lesz a következő vendégünk. Ferenci Gyuri lesz a következő Á, vendégünk. Jó. És um, igen, szóval ő fogja megkapni ezt a kérdést, de jó, hogy így tetted fel, hogy még nem tudtad, hogy pontosan kiről van szó. És ezennel lényegében ugye el is, el is, is, el is búcsúzunk lassacskán. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük. itt vagy, még mindig velünk. most megyünk, megesszük a tortát. Most jön a torta. <laughs> nyom, 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 nyom. Még egyszer, Harcsa Veronikának nagyon nagy szeretettel köszönjük. Nagy boldogság volt, volt, köszönöm. <laughs> Szejfett Jason Pálint, kérem szépen. <laughs> Zentaj már emberi tényező, kérem szépen hallgassatok jó zenéket, vigyázzatok magatokra. Gyógyítsátok meg a lelketeket zenével, adjatok ki hangokat, mozogjatok, stb. tudjátok ti pontosan. Várjuk a kérdéseket, hozzászólásokat, kritikát, jöhet bármi. Nagyon köszönjük a figyelmet, pusz hegyek, Toma Pictures. Yes, jó. Yeah. Csá. Csá! És most! Torta! <laughs>